Szeretettel köszöntök mindenkit, Guni Zsuzsa, életviteli tréner vagyok, pedagógus, és itt új év első napjaiban hoztam néhány gondolatot. Hát új év az nagyon sokak számára fogadalmakkal telik, legalábbis az első időszak, amikor azt mondják, hogy egy új év, egy új élet, és elkezdünk valami igazán újat létrehozni, megalkotni, kialakítani. Csak egy valamit nem szabad elfelejteni. Ezek a fogadalmak általában az első két hétben meg is dőlnek, és nem tudjuk őket továbbvinni. És ennek nagyon egyszerű oka van. Ha magunkat nem változtatjuk meg, akkor nem tudjuk ezeket a fogadalmakat megtartani, betartani. Ha bennünk nincs változás, akkor körülöttünk sem lesz, illetve hát az életünkben sem tapasztalhatunk változást, hiszen ha mindent ugyanúgy csinálunk, akkor minden ugyanúgy fog alakulni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy változásokhoz, új dolgok kialakulásához más tevékenység, szokás, habitus szükséges sokszor, és nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen habitus, egy új szokás kialakuljon, ahhoz legalább 21 nap kell, hogy ez rögzüljön egy emberben, de hogy tényleg valóban tartós változás legyen, ahhoz 40 nap szükséges. És hogyha ezt nem visszük végig, ha nem csináljuk végig, és nem tesszük bele azokat a fontos dolgokat, nem tesszük bele az erőt, a kitartásunkat, akkor ezek a változások nem fognak létrejönni. Lehet, hogy azt látjuk, hogy a másiknak mennyivel könnyebb, jobb, egyszerűbb, de nem biztos, hogy látjuk, hogy mögötte mennyi munka van. Hogy ő tényleg munkát, energiát fektetett abba, hogy valóban önmaga megváltozzon. Tehát nem csak egy látszat, vagy egy kirakatba kirakott dolog, hanem tényleg belül kezdődnek el ezek a változások. És muszáj látni azt, hogy az életünkben ezek a törekvések valóban megvannak-e. És ehhez nagyon fontos, hogy tudjuk-e kontrollálni a gondolatainkat. És hoztam egy Szai Baba idézetet, hiszen korunk legnagyobb tanítómesteréről, vagy egyik legnagyobb tanítómesteréről van szó, és tényleg minden mondata kincset ér, hogyha azt megfogadjuk, és az életünkbe át tudjuk ültetni. Egy elültetett gondolattal hajlamot aratunk le. Az elültetett hajlammal szokást teremtünk. Az elültetett szokással jellemet formálunk, az elültetett jellemmel sorsot kovácsolunk. Sorsotokat a tulajdonságaitok határozzák meg, a tulajdonságaitok pedig a gondolkodás módotokon múlnak. Tetteiteket gondolataitok határozzák meg, ezért boldogságotokért és bánatotokért a gondolataitok a felelősek. Amilyenek az ember gondolatai, olyan a természete. Így mindenek előtt terejétek gondolataitokat a helyes irányba. Az emberek másokat okolnak szenvedéseikért. Úgy gondoljátok, bal szerencsétekért mások a felelősök. Ez nagy hiba. Jó szerencsétekért vagy bal sorsotokért nem mások, hanem ti magatok vagytok a felelősek. Tetteitek, érzéseitek természetétől függnek. Ha kellő erőfeszítéseket tesztek, átmentek a vizsgán, ha pedig nem, megbuktok. Ugyanez érvényes minden téren az ember összes tevékenységére. Ha sikerrel szeretnétek járni erőfeszítéseitekben, tápláljatok jó gondolatokat önzés és önérdek nélkül. Azt hiszem, hogy ezt érdemes nagyon sokszor elolvasni, és mélyen elgondolkodni, és magunkba ültetni ezeket a gondolatokat, mert nagyon sokszor nem veszük észre, hogy lehet, hogy lelkesedünk, lehet, hogy pozitív megerősítéseket végzünk egy darabig. De ha ezt elfelejtjük, és felülírjuk, és elkezdjük ugyanazokat a dolgokat gondolni, mondani, tenni, amik a sikertelenség felé visznek, vagy elveszik a saját lendületünket, kedvünket, vagy engedjük, hogy a külvilágból ez hasson ránk, akkor nem lesz ott a változás. Én ezt szoktam mondani, hogy lehet mondani pozitív megerősítéseket 15 percen keresztül, de hogyha a nap hátralevő részében a maradék 23 óra 45 percet dühöngéssel, káromkodással, irigységgel, lehúzó gondolatokkal töltjük, akkor ez a 15 perc ez nem ért szinte semmit. Ez majdnem olyan, mintha valaki az egészségért szeretne tenni, és ezért mondjuk egy órát tornázik,
utána nekiáll és eszi azokat az ételeket, amik abszolút nem egészségesek, meg csak hízlalnak, és odaül a tévével, és nem csinál semmi egyebet, csak ül és néz, és mondjuk ezt az 1 órás tornát is, ezt inkább úgy lehet mondani, valami kényelmes mozgás, amiben igazán nagy erőfeszítést nem kellett tenni. Szóval ez az egyik, hogy nagyon fontos az, hogy kitartóan végezzük ezeket a dolgokat, és én azért értem, hogy a legjobb befektetés, illetve aranyat érő befektetés az, hogyha a gondolatainkba fektetünk bele, tehát nagyon, de nagyon kontrolláljuk azt, hogy mit tartunk igaznak a saját életünkben, mi az, amit hamisnak tartunk, és hogyha valamit szeretnénk, azt tényleg tudjuk-e minden pórusunkkal, sejtünkkel, gondolatunkkal, érzelmünkkel, minden zsigerünkkel valósnak érezni. Tehát, hogy tényleg át tudjuk élni, hogy milyen lesz az, amikor meg lesz az a jó eredmény, az a siker, az a tevékenység, a munkánknak az a gyümölcse, amit szeretnénk elérni, és hogy ezt fent tudjuk-e tartani, mert ez nagyon-nagyon fontos a sikereink szempontjából. Úgyhogy tényleg aranyat érő befektetés az, hogyha magunkba fektetünk be, ha a saját időnkbe, a saját gondolatainkba, a saját érzéseinkbe, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy amit teszünk, az valóban a érdekünket, az ügyünket, az elkötelezettségünket szolgálja, vagy pedig éppen a jelenlegi kényelmünket. És nagyon fontos tudni, hogy a kitartásunkat az éppen jelenlévő esetleg rossz kedvünk, egy rossz pillanat, egy rossz befolyás felülírhatja, tehát megszüntetheti, és ilyenkor szoktunk elbukni. Tehát ilyenkor van az, hogy oké, mondjuk innentől kezdve egészségesen táplálkozom, és egyszer csak jön egy olyan érzés, amit nagyon nehezen tudunk kitenni az életünkből, és akkor nyúlunk esetleg a csokiért, a sütiért, az alkoholért, ezért, azért, ki miért, vagy ki mivel szokta vigasztalni magát, és ha éppen nem vagyunk jó állapotban, akkor meg kell találni azokat a megküzdési módokat, lehetőségeket, hogy hogyan tudunk kimenni, anélkül, hogy a régi megszokott, úgymond pótszerekhez nyúlnánk. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, és mindig legyen mindenkinek egy A, B, tehát legalább 2 olyan megoldása, amivel ő ki tud menni egy nehéz helyzetből, és ez nem az a megoldás, amivel esetleg régen rendelkezett, és hosszú távon nem vált be. Hanem legyen olyan, amire azt mondja, hogy oké, mostantól kezdve, hogyha valamiért elmegy a jókedvem, a lelkesedésem, a bizonyosságérzetem, az önbizalmam, legyen az bármi, akkor mondjuk innentől kezdve vagy mondjuk tornázom egyet, vagy mondjuk fölhívok valakit, és beszélgetek egy jót, vagy, de ez mondjuk nem panaszkodás, vagy elmegyek és végzek valamilyen önzetlen szolgálatot, vagy nem tudom, tehát annyi lehetőség van, és mindenkinek magából kiindulva kell megtalálni azt, ami a személyiségét is építi, és vissza tudja hozni abba a jó állapotba, amiben igazából kitalálta azokat a célokat, azokat a lelkesítő tevékenységeket, amiket el szeretne érni. És a folyamatokban mindig van kudarc, mindig van buktató, mindig van olyan, ami el fogja vinni ezt a jó érzést, el fogja vinni ezt a lelkesedést, és ezt kell megtanulni úgy kiküszöbölni, hogy bár elő fog fordulni az életünkben, mert mindig jönni fog, csak mindig úgy jöjjünk ki belőle, hogy ez mindig épít, és inkább erőt ad, és nem pedig elviszi az energiánkat. Hát én körülbelül ennyit szerettem volna mondani mindezzel kapcsolatban, és kívánok mindenkinek csodaszép napokat, és egy nagyon boldog új évet. Guni Zsuzsa voltam.